A jogállamiság helyzetét vizsgálta Magyarországon az Európai Parlament igazságügyi bizottságának küldöttsége. A miniszterelnöktől is találkozót kértek, Orbán Viktor azonban nem fogadta a delegációt. Hogy mire jutottak és lehet-e bármilyen következménye a látogatásnak, arról Donát Annát kérdezzük. A Momentum EP képviselője és egyébként a bizottság tagja is ugye Magyarországon volt, van, ma fejeződött be a munkájáribe bizottságnak? Köszönöm, kívánok, igen, ma délután. No, mit csinált pontosan ez a bizottság most Magyarországon? Az Európai Parlament Bel- és Igazságügyi Állampolgári Bizottsága egy háromnapos delegáció, egy delegáció keretében egy háromnapos tényfeltáró megfigyelést tartott, aminek az volt a lényege, hogy több mint 100 szereplő meghívásával, meghallgatásán keresztül feltérképezte, hogy milyen ma Magyarországon a demokrácia és a jogállamiság helyzete. Van két dolog, amit mindenképpen szeretnék megkérdezni. Az egyik az, hogy hogy lehet ön tag? Ugye itt kritika érte, hogy elvileg ő nem lehetne tag, amikor a saját országát vizsgálják. Lengyelországban ezt nem engedték meg egy lengyel parlamenti képviselőnek. Ön hogy lett tag? Ezt akkor nagyon gyorsan tegyük tényleg rendbe, mert ez az egyik csúsztatás, hazugság és támadás a propaganda oldaláról. Ez csak annak ezt egy lehet, francia EP képviselőtől olvastam. Ő nem tudom, hogy propagandát nyomja. A legszebbebben az egész delegációban, illetve az elmúlt három napban az az volt, hogy végérvényesen bebizonyosodott az, hogy a Fidesz egyedüli szövetségese a szélsőjobban található az Európai Parlamentben, ugyanis ugyanezeket a mantrákat a szélsőjobbos delegáltaktól lehet csak is kizárólag hallani. Itt most tényleg öncsünk tiszta vezet a pohárba. Ennek a delegációnak a tagjai másfél éve vagyok, ugyanis ebbe a szakbizottságban jogállamisági dolgokkal foglalkozom. Ez a delegáció másfél évvel ezelőtt, 2020 márciusában jött volna Magyarországra, csak sajnos a koronavírus járvány miatt el kellett halasztani. Most tudtunk leghamarabb bejönni. Az eredeti szabályok szerint a delegáció, minden frakció delegál egy tagot, és ezen felül a bizottságban résztvevő, bizottsági munkában résztvevő tagállami képviselők ugyanúgy helyet foglalhatnak ebbe a delegációba. Azaz, amikor ezt a programot összeállítottuk nagyon régen, akkor Hídvégi Balázs és Dobrev Klára is a tagja volt ennek a delegációnak. Az, hogy Hídvégi Balázs nem vehetett részt, annak az az oka, hogy önszántukból kiléptek a néppártból, és ezáltal elvesztette a bizottsági helyét is. A Renew Europe-os delegáltak között pedig úgy döntöttek, hogy akkor menjek én, mert csak egy ember mehetett a koronavírus járvány új szabályai miatt. Hát akkor ennek nem volt ilyen kizáró oka. A másik kritika, hogy kiválogatták, hogy kit hallgatnak meg. Egy konkrét példa, egy dokumentumfilm rendező, Skrapski Fruzsina azt mondja, hogy ugye a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom elnöke, hogy őt levették Köves Lomóval együtt a listáról, kereste önt, nem érte el, nem kapott választ. Hogy válogatták ki azt, hogy kiket hallgatnak meg? Kapott választ, ugyanis engem is megkeresett e-mailben, semmi közöm nem volt a végleges program összeállításához. A titkárság, a szakbizottsági titkárság állította össze a végleges programot. Rengeteg javaslat érkezett be több mint másfél évvel ezelőtt. Akkor például pont Hídvégi Balázs, fideszes képviselő, európai parlamenti képviselőnek is rengeteg javaslata beérkezett, amiből benn is maradt nagyon-nagyon sok. A végleges menetrendhez a titkárság állította össze. Közöm nem volt ahhoz, hogy kivel találkozunk és kivel nem. Rengeteg embert meghallgattunk, és én örülök annak, hogy különböző szereplők részt vettek, és találkozhattunk, és személyes tapasztalatot gyűjthettek azok a kollégáim is, akik ugyebár a magyar realitásoktól messze élnek. Mennyire igaz az a vált, hogy egyrészt ez egy boszorkányüldözés, ugye ezt mondja a Varga Judit, és ezt mondják a kormánypárti képviselők, és hogy tulajdonképpen ezek ilyen áll meghallgatások, megvan előre a végeredményenek a bizottságnak a munkájában? Hogy lehetne meg előre a végeredménye egy vizsgálóbizottságnak, aminek az a feladata, hogy személyes tapasztalatokat és kérdésekre válaszokat gyűjtsön, és ezek után megírja a jelentését az aktuális helyzetről. 2018-ban az Európai Parlament beindította a hetes cikkes eljárást az úgynevezett Sargentini Report nyomán Magyarországgal kapcsolatban. Az Európai Parlament azóta az ellenőrző funkcióját betartva vállalta azt a feladatot, megszavazta ez az új ciklusban, a képviselők megszavazták azt, hogy Lengyelország és Magyarország esetében folytassák ezt a tényfeltáró munkát, javaslatokat tegyenek az Európai Tanács felé, ami amúgy kötelezettségünk is és feladatunk is, ugyanis hiába van a tanács előtt, az Európai Parlament ellenőrző szerepeken keresztül ezt megteheti. Ennyi történt csak.
Ugye nyilván nem tudja elmondani, hogy kikkel találkoztak 3 nap alatt, de mégis a legfontosabb szereplők kik voltak, kikkel beszéltek, milyen tárgyalások voltak ezek? Azt gondolom, a legfontosabb szereplők nyilván a magyar kormány részéről érkeztek, és önmagában már is ez a lista mutatja, hogy ez egy beismerő vallomás volt a Fidesz részéről, hogy a jogállamiság nem létezik ma Magyarországon. Miért? Ugyanis Orbán Viktor miniszterelnök elmenekült ezzel a szituáció alatt, visszautasította velünk a találkozót, azt mondta, hogy elég, hogyha Varga Judit igazságügyi miniszter és Pintér Sándor belügyminiszterrel találkozunk, akikkel találkoztunk is, és azt gondolom, hogy ezek fontos találkozók voltak, de ezek a találkozók is megerősítettek minket abba, hogy igazából itt megint csak mellébeszélés, hazugságok, kamuzásról szólt az egész. Varga Judit végig kamuzta ezt a találkozót. Azelőtt kijelentette a közösségi média felületén, hogy mi támadni jöttünk az általuk gyermekvédelmi törvénynek csúfolt, vagy átkeresztelt, amúgy propaganda törvény miatt, mielőtt ez a találkozó megtörtént volna. És csak hogy bizonyítsam, hogy mennyire kamu, fel sem merült ez a homofób törvény. Nem erről beszélgettünk vele, nem erre voltunk kíváncsiak, hanem a jogállamiság 2018 óta folyamatosan romló állapotáról. Többet beszéltünk a Pegasus botrányról, mint bármiről, amiről Varga Judit hirtelen kirohant a világból, hogy akkor mi most kérdezte itt boszorkányt üldözünk. A Pegasusról Varga Juditot? Több ellenzéki képviselő kért tőle időpontot, nem kapott, a Mesterházi Attila is, és a bizottság, a Nemzetbiztonsági Bizottság tagjai is. Ön tudta kérdezni? Természetesen kérdeztem, és természetesen úgy kikerülte a választ, azt mondta, hogy minden a törvényeknek megfelelően történt, és arról nem ő tehet, hogy 95 óta ugyanaz a törvény van életben. Amire nyilvánvalóan az a válasz, hogy lehet, hogy ő még csak 2 éve igazságügyi miniszter, de a Fidesz kormányzatnak 11 éve volt arra, hogy ezt az alapvetően rossz törvényt megváltoztassa. Nyilván kihasználták azt, hogy a törvény annyira megfoghatatlan, hogy gyakorlatilag bármi legális lehet ezáltal, bármilyen megfigyelés, és ez a felelősség az igazságügyi minisztert terheli, ugyanis az ő felelőssége az, hogy ezeket engedélyezteti. Hiába próbálja meg az államtitkár erre rátolni. Ugye most lesz egy vélemény, egy szakvélemény, amit összeállít a bizottság. Mi lesz a sorsa, vagy mi lesz a következménye ennek a 3 napos vizsgálódásnak? Igen, lesz erről majd egy riport, és alapvetően az ebben megfogalmazottakat el fogjuk közölni. Mind a bizottság, mind a tanács részére, mint mondtam, javaslatot tehetünk a 7-es cikkes eljárással kapcsolatban a tanácsnak. Másrészt ne felejtsük el, hogy az Európai Bizottság minden évben most már jogállamisági jelentést készít, amit a parlament amúgy is szokott véleményezni. Most ehhez ugyanezt a megfigyelést, ugyanezt a riportot el fogja küldeni a parlament. És folytatjuk a munkát a továbbiakban is, mindaddig, amíg nem kapunk garanciát arra, hogy Magyarországon a jogállamiság rendben van. Érzete szerint mi lesz a javaslat? Egyértelműen bebizonyosodott az elmúlt 3 napban az, amit rengeteg riportban leírtak különböző független szervezetek is. A jogállamiság helyzete romlott a Sargentini Report 18-as elfogadása óta. És erre tényleg a Pegasus botrány rakja fel a pontot az íre. Milyen az, amikor egy állam, egy kormány a saját állampolgárai ellen vett be egy kémfegyvert? És erre muszáj válaszolni a magyar kormánynak. Én ezért is javasoltam azt, hogy független európai vizsgálóbizottság előtt történjen meg, hiszen Magyarországon nincsenek útja. Ha ez így történt, ugye bizonyíték egyelőre még nincs rá, hogy a saját állampolgárai ellen vetette be, és miért? Mármint, hogy jogtalanul vetette, vagy nem? Ha nem így történne, mitől félnek? Miért nem állnak a vizsgálat elébe, ha pontosan tudják, hogy nem történt semmi törvénytelenség? Önmagában ez egy beismerő vallomás, hogy nem hajlandóak az üggyel foglalkozni, terelnek, plusz 30 évre titkosítják azokat az információkat, amit az erre hivatott bizottság előtt elmondtak. Ez önbeismerés. Köszönöm, hogy itt volt nálunk. Köszönöm szépen.